Ezeket a felvételeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítette. A képeken azok az ismeretlen eredetű zöldségek láthatók, amiket a NAV és a megyei kormányhivatal munkatársai foglaltak le. Az összehangolt ellenőrzés során több milliós bírságokat szabtak ki a szabálytalan árusokra. Megvizsgáltuk, hogy az LKR számot szabályosan igénylik-e, valamint jelöletlen zöldségeket és gyümölcsöket árusítanak-e. Sajnos az ellenőrzések során nagyon sok hiányosságot tártunk fel, hiszen volt olyan adózó, akinek kétszer is megfordultunk két héten belül, és mind a két alkalommal hiányosságokat tártunk fel. Az első alkalommal jelöletlen zöldségeket és gyümölcsöket árult több száz kiló mennyiségben, valamint LKR számot sem igényelt. A második ellenőrzés során már az elsőből okulva LKR számot ugyan igényelt, azonban itt több hiányosságot is elkövetett, hiszen nem megfelelő mennyiséget tüntetett fel rajta, valamint a zöldségek és a gyümölcsök eredetét szintén nem tudta ebben az ellenőrzés esetében sem igazolni. A jelöletlen zöldségeket a megyei kormányhivatal ellenőrei egy komposzttelepre szállították és megsemmisítették.